Az apostol bíztat bennünket, egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ezzel a felhívással, bíztatással köszöntelek titeket, az elhívottakat, akiket az Atya Isten szeret. A Fiú megváltott, és a Szentlélek Isten megszentel. Amen. Istenhez emeljük föl szívünket, lelkünket, imádságos lélekkel a 24. Zsoltár verseit, az első és ötödik versét énekeljük. Az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. Valóban dicsérjen minden, ami a földön él, Istent, őt magasztalják az élőlények, úgy legyen. Az Úr bír ez egész földdel, 24. Zsoltár első és ötödik verse. Mi is, mint az ő teremtményei, hajtsunk fejet az ő színe előtt, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, ennek a földnek olyan hatalmas, nagy a gazdagsága, és mégis olykor azt látjuk, hogy valahogy nem úgy jut, ahogyan szükség lenne rá. Tapasztaljuk, hogy egyszer nagyon kevés a víz, máskor pedig zúdul, és nem győzzük hova elvezetni. És talán ez nem a te teremtő bölcsességed terve, hanem a mi emberi belenyúlni akarásunk következménye. Hisszük, hogy te bölcsen alkottál meg mindent, úgyhogy van elegendő, csak talán mi nem jól bánunk vele. Bocsásd ezt meg nekünk, és taníts bennünket, talán, ha kell néha, lehet, hogy keményebb szavakkal, keményebb megtapasztalásokkal, de taníts arra, hogy te alkottad ezt a világot, benne téged találhatunk meg és tisztelhetünk, és a te alkotásaiddal, bőséggel juttathatunk oda, ahova kell. Könyörülj ezen a világon, Urunk, mert most bizony látjuk, tapasztaljuk, hogy az ember valahogy nem jól él azzal, amit te teremtettél. És most egyre inkább ezt látja ez a világ. Hadd kiáltsunk hozzád gyermekeidként, segíts, hogy mi is megnyilva szemünkkel lássuk, te elegendőt adtál, tudjunk egymásra odafigyelni, és Urunk, hadd lássa meg ez a világ, hogy te jót akarsz ma is, akkor is, amikor talán az ember nem mindig. Így kérünk, Jézus Krisztusban adott kegyelmedet hadd tudjuk újra és újra meglátni, egymás felé, egymást erősítve kisugározni ezt a szeretetet. Így áld meg igédet, nem csak most itt, ebben a pár pillanatban, hanem mindenhol, ahol
olvassák, hallgatják, teremjen gyümölcsöt a te igéd, Jézus Krisztusban adott szereteted. Szent Lelked segítségét kérjük ehhez, úgy legyen. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét mostanában a korintusi második levélből olvassuk, és egy talán meglepően időszerű igeszakasz került mostanában elénk, a második korintusi levél 9. fejezetében, illetve már a 8. fejezetben is olvasunk ezekről a gondolatokról. Most olvasom egyrészt a 9. fejezetből a 6-tól 8. versig terjedő szakaszt, és ehhez olvasom még a 8. fejezet 12. versét is. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasszorátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek eledelül, kenyeret, megadja, megsokasítja a vetőmagot, megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Mindenben meggazdagodtatok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadás szül Isten iránt általunk. Ha megvan a készség, aszerint kedves, amilyen kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Isten igéje jókedvű adakozóról beszél. Jókedv, adakozás. Miért kell most adakozásról beszélni? Most, amikor talán még a bibliai olvasmányaink is egy kicsit, hadd mondjam, hogy visszaköszönnek a hétköznapi életben, az ószövetségi református bibliaolvasók alaus szerinti ószövetség ige szakasz arról szól, amit most nem olvastam föl, hogy a jól ismert József, Jákob 12 fiának egyike, Egyiptomban a fáraónak elmondja azt, amit az Isten üzen a fáraónak, hogy bizony az életben 7 szűk, majd 7 bő, majd 7 szűk esztendő el fog következni. Fölhívja a figyelmet arra, hogy bizony bánni kell azzal, amink van, hogy aztán majd legyen elegendő, sőt, segítségre elegendő. Ott az Ószövetségben olvasunk arról, hogy a világból minden felől jönnek Egyiptomba, mert Egyiptomban Istentől kapott üzenet alapján bölcsen tudtak élni azzal, ami van, és nem felélni azt, ami van. Hát most úgy gondolom, hogy olyan napokat élünk, amikor talán egy kicsit már érezzük. Nem csak azt, hogy vannak mögöttünk bő pillanatok, hanem hogy állnak előttünk szűk pillanatok is. Igen, talán éppen ezért is fontos pontosan erről a dologról, amit ilyen nem szeretem szóval, megkopott szóval lehet összefoglalni, hogy adakozás, gondolkodnunk. Azt mondja Isten igéje, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja. Hol van a jókedv? Hát sokfele keressük a jókedvet. Éppen a minap, amikor másnap indulni akartam valahova az autóval, és elmentem, akkor a benzinkút mellett az étteremből szólt kifelé a jókedv. Mondhatnám így is, hogy ment a buli, és emberek próbáltak mulatni. Magyar nyelvünk egyébként nagyon sajátosan fejezi ezt ki. A jókedv keresett, és talán nem biztos, hogy megtalált voltát, amikor az ember múlat, megpróbálja elmúlatni azt, ami körülötte van, mögötte van, előtte áll. Múljék el minden, csak most ne kelljen azzal foglalkozni. Lehet, hogy egy kicsit ilyen az ember jókedve manapság.
A jókedv, az bizony nem ez. Ez mulatás. A jókedv valami egészen más. A jókedv olyan, ami közelében jó oda menni. Amikor jókedvű emberrel találkozunk, az ő derűje átsugárzik. És nem feltétlen csak egy pillanatra, hanem valahogy érezzük, hogy jó nekünk ott lenni. A jókedvből erő, de erő, derű, remény árad. És ezt megosztja. Igen, a jókedv valami nagyon mélyen gyökerező dolog lehet Isten gyermekeinek életében. Ti az ő szegénysége által meggazdagodtatok, mondja néhány gondolattal korábban az apostol. Milyen különös isteni rend ez. Szegénység által meggazdagodni. Ha valaki látott már őszinte, Istenben bizakodó, és mégis terhet hordozó embert, akkor az érti, hogy miről szól ez a mondat. Amikor valaki a maga terhei, akár fizikailag terhelt, sérült, beteg volta ellenére, tud jókedvű lenni. Tud valami olyat megosztani másokkal, amit szinte azt mondom, hogy irigyelni lehet. Na itt valami ilyesmiről beszél az apostol. A jókedvű adakozót szereti, megáldja az Isten, hogy ne kényszerből adakozzanak, hanem jókedvből, hogy abból adjanak, amit tudnak, hogy Istentől kaptak, örömmel teszik ezt. És azért olvastam föl a 8. fejezetből a 12. verset, mert Isten nem azt várja el tőlünk, hogy bárkit és bármit erején felül terheljünk, akkor, amikor adunk. Olyan jó ezt tudni, hogy Isten nem többet vár tőlünk, mint amit képesek vagyunk megtenni. Egész más helyen, kicsit más összefüggésben, de beszél arról, megint csak Pál apostol a tapasztalata alapján, hogy Isten nem enged följebb terhelni, kísérteni, próbálni bennünket, mint sem azt elhordozhatnánk. Sőt, a próbával, a teherrel, a kísértéssel együtt a szabadulás útját is megadja. Isten mindig úgy vár, remél tőlünk valamit, hadd mondjam, válaszként, hogy nem többet, mint amire képesek vagyunk, mert ő sokkal jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Életünket, élethelyzetünket, lehetőségeinket. És ő pont annyit vár tőlünk, amit jó kedvel, jó szívvel tudunk adni. Hogyan lehet tehát örömmel adni? Nem kényszerből. Nagyon fontos ez, amit itt leír az apostol. Nem azért, mert a társadalom, a világ, az egyház, a környezetünk, a szeretteink elvárják. Ismerjük nagyon jól azokat az ajándékokat, amiket úgy adnak, úgy kapunk, hogy hát ezt illik, ezt muszáj, ezt szokás. Milyen ritkán mondható el ezeknél az ajándékoknál az, hogy valami nagyon jó érzés, valami kedves derű kapcsolódik hozzá. Sokszor van, hogy megyünk valahova, és akkor kérdezik, hogy és most itt illik, kell ajándékot adni? Rossz a megközelítés. Ha arról van szó, hogy valamit illik, meg kell, akkor az már nem igazán ajándék. Akkor az nem jókedvű. Akkor az már kényszerből való, és ami kényszerből való, annak tudjuk, hogy nagyon keserű lehet az íze. Nos tehát, itt arra buzdít Isten igéje, hogy alapjába véve legyen valami egész más a megközelítés. Lássuk azt, hogy mindenünk Istentől van, és abból örömmel, jó szívvel tudunk megosztani. Egyébként az előző fejezetben ennek a kulcsát úgy írja le az apostol, hogy először önmagatokat adtátok. Igen. Amikor az ember tudja önmagát adni a másiknak, amikor tud úgy odafigyelni a másik helyzetére, a másik személyiségére, hogy mi az, amit én adhatok, ami belőlem odatéve mellé segítség. Önmagamat hogyan adhatom? Persze ez az önmagukat adták, ez azt is jelenti, hogy tudok egy kicsit lemondani dolgokról, tudok egy kicsit magamat félretéve élni a mindennapokban. De igen, valami ilyesmi az, hogy örömmel adni, hogy
látom azt, hogy Istentől van, amin van, és jó azt megosztani. Jó visszaadni egy kicsit? Talán igen. Beszél arról az apostol, hogy az adakozás meggazdagít. Egyesek ezt egy kicsit félreértették. Volt olyan időszak, még azt is megkockáztatom, hogy talán a keresztény egyház történetében is, vagy lehet ma is ilyen kísértés, hogy hát persze, hát ha mi adunk, akkor azt előbb-utóbb valahol valamilyen csatornán az élet visszahozza. Lehet ebben igazság, persze. De alapjában nem azért adunk. Nem így gazdagít meg az, hogy mi adunk. Tudni, ha erről lenne szó, akkor ezt úgy hívnák, hogy üzlet. Ezt úgy hívnák, hogy adok, hogy te is adj. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy annak a gazdagságát kaphatjuk meg, amit alig lehet szavakba foglalni. Amikor én adok, és a megajándékozottnak, annak, akinek oda nyújtok valamit, az örömét, a megelégedését, a helyzetének a változását, az Istenre való rácsodálkozását látom. Amikor az adásban nem én, meg nem ő vagyok igazán a lényeges, hanem az Isten jelenléte. Amikor az, hogy adunk, az valójában arról szól, hogy Isten ad mindannyiunknak. No, ezáltal sokkal gazdagabb lesz ez a világ. Amikor újra és újra felfedezzük a teremtő, gondviselő Istent, akkor gazdagabbak leszünk. És milyen jó, hogy ilyen fajta adakozás lehetséges a mai helyzetben is. Mindig van, amiből tudjunk adni. És milyen szomorú az, amikor valaki úgy gondolja, hogy ha én adok, akkor mi lesz? Fél attól, hogy mi lesz. De hiszen Istenünk, ami életünk ura, gazdája, gondviselője, ha adunk, akkor azt megáldja. Akkor az ott nem fog hiányozni. Olyan jó ezt megtapasztalni, amikor valaki úgy áll oda egy kedves fölajánlással, hogy ez itt nem fog hiányozni. Ezért mondja az apostol, hogy bizony ezek a korintusiak fölajánlottak valamit, és aztán egy kicsit visszaléptek, és vegyenek példát a macedóniaiakról, akik sokkal szerényebb lehetőségeikből látva az ő felajánlás buzgóságukat, azt mondták, hogy hát akkor mi is örömmel, szeretettel adunk. És azt mondja, hogy gondoljatok csak arra is, amit elhatároztatok, amit elkezdtetek, azt bátran vigyétek végig. Igen, mert akkor, amikor adunk, akkor ezzel Isten ajándékozó szeretetére mutathatunk rá. És ez az, amit még szeretnék kiemelni, hogy mi az, ami ezzel az egész adokozással, adni tudással vele jár. Úgy fogalmazza ezt az apostol, hogy hálaadásra indítja az embereket. Észreveszik, hogy milyen jó. Észreveszik, hogy van ennek a világnak egy gazdája, egy gondviselője, és még odáig is eljuthatnak, hogy lehet, hogy csak szófordulatként, lehet, hogy őszintén szívük mélyéből kimondják, hál' Istennek. Milyen jó, amikor egy ilyen mondat elhangozhat, és talán még vissza is lehet tükrözni, hogy valóban legyen Isteni a hála, Isteni a dicsőség, hogy ez így történhet. Azt gondolom, hogy mostanában ennek lesz ideje. Legyen az, ami az életünkben van, mind úgy az életünk része, hogy tudjuk azt mondani, hogy hála Istennek, és tudjunk úgy adni belőle, hogy akik a mi életünket, a mi másra, egymásra figyelésünket, a másikra odafigyelésünket tudják hálával megköszönni, nem nekünk, hanem az élő Istennek. Erre tanít ma bennünket, készítve talán a holnapra az apostol. Így áldja meg Isten mindazt, amink van. Időnk, figyelmünk, tehetségünk, bármi, ami az életünk része. Tudjuk úgy odaadni egymásnak, hogy azt Isten megáldja. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Isten, édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Életünknek annyi ajándéka van. Bármi
Nagyon hajlunk arra, hogy a számolható, mérhető dolgokat tartjuk igazán fontosnak. Életünknek rengeteg olyan lehetősége van, amit talán soha nem lehet megmérni. De ami mérhető, abból is olyan jó adni. Olyan jó megtapasztalni, hogy te át tudod csoportosítani szükség szerint azt, ami van ebben a világban. Nehéz ezt megélni, mert azt látjuk, hogy az egész emberiség szintjén nagyon nem működik ez. De talán ott kezdődik, hogy amikor valaki megállít egy szóra, akkor tudunk egy kicsit ráérős lenni. Amellett, hogy talán lehet, hogy sok dolgunk van. Amikor valaki örömmel néz ránk, akkor bármennyire bánatosak vagyunk, jó átvenni az örömét, együtt mosolyogni vele, és nem elrontani az örömét a mi szomorúságunkkal. És amikor valaki szomorú, akkor ne erőltessük rá, ami éppen nagyon élénk derünket, hanem értsük meg, érezzünk együtt vele. Úrunk Jézus, te arra tanítasz minket, hogy tudjunk együtt örülni az örülővel, együtt sírni a síróval, megosztani, és a megosztást elfogadni. Köszönjük, hogy így lehet egész, és így lehet áldott ez a világ, hogy mindazt, amit a Teremtő Isten adott benne, nem kell kuporgassuk, nem kell vigyázzunk, hogy mi lesz, ha kiadjuk a kezünkből. Áld meg így életünk lehetőségeit, javait, add, hogy észrevegyük, hol tudunk mi adni. És Urunk, hadd kérjük azt is, hogy ha talán nem tudunk most szavakat eléd hozni, mégis neked szánt pár pillanatnyi csendünket fogadd el és töltsd be önmagaddal. Így áld meg csendes imádságunkat. Légy áldott, Urunk, hogyha nyelvünkön sincs a szó, te tudod, és most mégis szavakkal is itt vagy velünk, és egymással, közelről, távolról, és veled a Szentlélek által, a mindenható Istent megszólítva, így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy október a reformáció hónapja. Ennek kapcsán lesznek gyülekezeti és felekezetközi események is. Most még ezeket szervezzük, tehát nem tudom felsorolni, és ugyanígy még szervezőfélben van az énekkarunk 10. életévének születésnapi háladó alkalma. Ezekről majd érdeklődjünk a lelkészhivatalban. Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődőt ezekre az alkalmakra. Nagy szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő hétvégén, tehát szeptember-október fordulóján az a bizonyos rádai kollégium, amelyik évekkel ezelőtt egy tragikus tűzesetben semmivé lett, újjáépülésért hálát adva most a hétvégére megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Bár eznek a eseménynek a látogatása regisztrációhoz kötött, de egészen bizonyosan majd a református médiában fogunk találkozni az új, megújult épület és intézmény bemutatásával. Szeretettel ajánlom ezt is mindenki figyelmében, hogy tudjunk örülni, hálát adni azért, hogy a tragédia után Isten megújulást adott.
legközelebbi találkozásunkig, akár így a képernyőn keresztül, akár személyesen is találkozunk. Az Úristen legyen a mindennapokban is őriző pásztorunk. Úgy legyen. Amen. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasszarátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesen éljetek minden jó cselekedetben. Ezért hát semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálával tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt imádságban. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fog őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban most és örökkön örökké. Amen. Fejezze ki szívünk háláját az ének 225. dicséretnek első, második és nyolcadik verse. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek szent teremtőjének, oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek.